Völner visszakapta a luxusautóit, Sádör György influencerkedésbe kezd, a mi hazánk szerint pedig mindkettőjüknek börtönbe lenne a helye. Tragikomédia lassan, a Völner-Sádör ügy és nem csak a gyanúsítottak folyamatos érdektelen hozzáállása miatt, hanem a bíróságok az igazságszolgáltatás rendszere miatt is. Sádör nem tesz eleget a bíróságnak a kéréseinek, hiszen cinikusan nem tudja, hogy hol van a kisrepülője, ráadásul most bejelentette, hogy influencerkedésbe kezd, és online szeretné bemutatni a jelenlegi életét. De ezt tetőzve a bíróság használatra visszaadta Völner Pál családjának a luxusautóikat, amit ugyebár le is foglaltak. Szégyen az igazságszolgáltatásra nézve, és az egész eljárás és a körülötte lévő anomáliák egyaránt. De nem csak az igazságszolgáltatás impotenciáját, vagy tenni nem akarását mutatja ez az egész Sádör ügy, hanem kérdéses az is, hogy miért nem folytatják le Sádör György ellen a fegyelmi eljárást. Mivel véleményem szerint a végrehajtási törvényben van olyan szakasz, ami erre lehetőséget adna. Miszerint? Felolvasom, a szolgálat ellátására alkalmatlanság, szolgálat ellátásához szükséges közbizalomra való érdemtelenség fennállása esetén felszólítja a végrehajtót, hogy meghatározott időn belül mondjon le a szolgálatáról. De erre semmilyen hatóság, sem bíróság nem tesz eleget, sem a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, akinek egyértelműen lenne erre lehetősége. Nem szólítja fel arra Sádör Györgyöt, hogy igenis mondjon le a jelenlegi állásából. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja pedig az, hogy Sádör Györgynek nem házi őrizetben kellene börtönnaplót indítania, hanem ha tud valamit, akkor nyílt lapokkal kellene játszania, és nem ilyen formában üzengetnie. A Magyar Igazságszolgáltatás görbetükre pedig nagyon jól bemutatja, hogy a pártatlan igazságszolgáltatás mára csak mítosz maradt sajnos kis hazánkban. Továbbra is fenntartjuk pedig azt, hogy a családok ezreit megnyomorító végrehajtó vezérnek és a kormány közeli érintetteknek börtönbe kellene megvárniuk az eljárás végét.